Köszöntöm Önöket, Zöld közelben című ökomagazinunkat látják. Napjainkban szerencsére nem csak a mozgássérült emberek, hanem már az állatok is kaphatnak olyan speciális eszközöket, melyekkel gyakorlatilag teljes életet élhetnek, csak éppen négy láb helyett kettővel és két kerékkel. Sokan mégis elzárkóznak a fogyatékossággal élő állatok befogadásától, éppen ezért mai adásunkban a témával kapcsolatos tévhiteket szeretnénk eloszlatni. Ebben lesz segítségemre Schneider Kinga, Noé Állatotthon szóvivője, valamint Kalmár Edit egykori örökbefogadó, aki magával hozta Tátikát is, éppen most sétál be a képbe. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásomat. Köszönjük. Tátikáról fontos tudni, hogy ő volt az első kerekes székes kutya Noé Állatotthonban. Kinga, fel tudnád idézni, hogy miképpen is került hozzátok ez az állat? Vele rettenetesen nagy szerencsénk volt az ő szerencsétlenségében, meg hát természetesen Edittel, aki itt ül mellettem, és azokkal a csodálatos emberekkel, akik első pillanattól felkarolták. Megmondom őszintén, hogy nem volt tapasztalatunk, vagy nem volt nagy tapasztalatunk lebénult kutyussal, meg az ő lehetőségeikkel. Abban az időben leginkább külföldi videókon láttuk azt, hogy létezik olyan, hogy kerekes székkel, kerekes kocsival élnek állatok. Akkor indult egyáltalán az, hogy kaphatnak ilyen kiegészítőket. Abban az időben indult egyáltalán, hogy fizioterápia létezik kisállatoknak, akupunktúra létezik kisállatoknak. Tehát, hogy nagyon sok olyan dolog, amiről előtte csak reménykedtünk, vagy pedig tényleg külföldi oldalakon olvashatunk. És amikor Tátika megérkezett, akkor hirtelen kinyílt ez a világ, és azok a csodálatos emberek, akik rögtön első pillanattól kezdve őt figyelemmel kísérték, ezeket a lehetőségeket mind biztosították neki. Tehát a Magyar Kisállat Fizioterápiás Társaság azonnal alányult, hogy úgy mondjam, segítőkezet nyújtott neki. Editék azt hiszem első pillanattól otthon igen, nyújtottak van, számára. Tehát ő abban a szerencsés helyzetben volt, hogy ő neki nem kellett a menhelyen élnie, hanem ebben a szörnyű szituációban, ami egyébként nekünk szörnyű embereknek, mert hogyha valaki ránéz Tátikára, és ez az első pillanattól kezdve így volt, ő egy ugyanolyan életvidám valaki, hát hiszen ő egy csodálatos kutya, és a kutyák ilyen csodálatos teremtmények. Úgyhogy egyrésztől kicsit meg is voltunk kérdve, másrésztől rajta keresztül rengeteget tanultunk. Tehát utána azért ugye nagyon sok olyan kutyusunk volt már, és van jelen pillanatban is, aki hasonló cipőben jár. Van, akinek kicsit könnyebben tudunk segíteni, van, akinek picit nehezebben, de hogy a hatalmas nagy tanulság volt, és hát a lehetőségek pedig rettentően kinyíltak általa. Tehát Tátika pont ennek a széleskörű összefogásnak köszönhetően már a kezdetekben is ilyen életvidám volt, és könnyedén megbarátkozott az új helyzetével? Hát erről részleteket inkább Edith, aki első pillanattól kezdve fölkarolta, tudnám mondani, de én úgy emlékszem, hogy azzal, hogy ő neki rögtön megadatott az, hogy a legmagasabb szintű ellátást kapja mind állatorvosilag, mind pedig egyéb kiegészítőkben, tehát úgy a kiskocsival, úgy a fizioterápiával, úgy az akupunktúrával, és ezek ebben az állapotban, főleg a kezdeti időszakban elképesztően fontosak, és a további életminőségét alapvetően befolyásolják. Én azt gondolom, hogy igen. És ő általa pedig nagyon-nagyon sok hasonló sorstársa az elmúlt, hát majdnem közel 10 évben. 10 év. Igen. Edith, ön hogyan talált Tátikára, illetve mit érzett akkor, amikor először pillantotta meg? Tátikával egy állatkórházban találkoztam, ahova a Noé sok bevitték Tátikát műtétre. Ő neki ugye az a története, őt Sziget-Szent Miklóson találták meg, őrá lövöldöztek. És két golyó eltalálta pehjére a gerincvelőjét, és bevitték a Noé sok megmentették, összeszedték az utcáról, elvitték ebbe az állatkórházba, ahol először azt javasolták, és láttuk is a kartonján, hogy el kell altatni. Hát ez 2010-ben volt, akkor valóban, ahogy Kinga mondta, még Magyarországon nem az volt az első gondolat, hogy akár tovább is élhet egy ilyen kis állat, de Kingáék ragaszkodtak ahhoz, hogy altatás nincs, műteni kell, és aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább.
No, én a Magyar Kisállatfizioterápiás Társasággal voltam ebben az állatkórházban látogatóban. Ott találkoztunk Tátikával, akit bemutatott nekünk az egyik állatorvos, mint gerinces esetet. És hát ez volt szerelem első látásra. És attól a naptól kezdve minden egyes nap mentünk oda hozzá a kórházba, kezeltük őt, masszírozás, a lábai elég kritikus állapotban voltak, azt próbáltuk rendbe hozni, és hát kialakult egy olyan kötődés, hogy fel sem merült, hogy ő a továbbiakban ne éljen velünk. Mi történt azt követően, amikor hazavitte Tátikát, milyen kihívásokkal találkozott? Hát amikor hazavittem Tátikát, akkor az első kihívást az jelentett, hogy a férjemet kellett meggyőzni arról, Tátika lefeküdt pihenni, hogy a továbbiakban mi egy ilyen kutyussal fogunk együtt élni. Voltak kutyáink, tehát a kutyatartás mint olyan az nem volt idegen tőlünk, de hát béna kutyussal még előtte mi sem találkoztunk, és hát ennek azért vannak olyan velejárói, például a vizelettartás az nem működött nála. Ebben segített nekünk rengeteget az akupunktúra, amit Kinga említett. Ő több éven keresztül kapott akupunktúrás kezelést, minek következtében ez gyönyörűen helyreállt nála, és most már remekül működik, hogy meghatározott időnként tesszük a dolgunkat, hogy a vizelet eltávozzon belőle. Ezt nehéz ugye megfogalmazni úgy, de ezzel szembe kell nézni, hogy ez így működik. Na és ez volt az a pillanat, amikor azt mondta a férjem, hogy szó nem lehet róla. De körülbelül 3 nap telt el, amikor hallottam, hogy hercegnőnek szólítja, úgyhogy tudtam, hogy eljött az a pillanat, hogy most már nincs kérdés, Tátika a mi kutyánk. Ennek az állapotnak egyébként... Ugye erről nem beszélünk embereknél sem, teljesen ilyen finoman elhallgatjuk. Nagyon sokan azt gondolják, hogy akár embernél, akár állatnál, hogyha történik egy ilyen probléma, ó, se baj, beleül egy székbe, és megvan oldva az élete. Azért ez nem ennyire egyszerű. Az egyik nagyon kritikus pont ebben az ürítés, kifejezetten a vizeletürítés. Van az egyik verzió, ami Tátikánál is volt, hogy nem tudja tartani. Ez a jobbik eset, hogy úgy mondjam, hiszen ez csak komolyabb kiszolgálást igényel a gazdi részéről, de sajnos van olyan, amikor úgy mondják, beékelődik, hogy még nyomással sem lehet. Tehát, hogy szóval azért ez az állapot azon túl, hogy ha már beállt és szépen működik, akkor egyébként egy élhető állapot, erről majd egy pár szót szeretnék mesélni, de hogy az elején főképpen, ahogy hangsúlyoztam, az összes minden segítséget azért igénybe kell venni, és meg is kapják a nojálat otthon hasonló cipőben, vagy kocsiban járó kis védencei, hogy az életük azért élhető legyen. Ez a két jelenség tehát valamelyik verziója minden mozgássérült kutyára jellemző, akkor hogyha jól értem. Maga ugye a vizelet és székletürítés ugyanúgy, mint egy csomó minden más, sőt minden gyakorlatilag az ember működésében gerincvelő, tehát az agyból jött ingerülete gerincvelő átjutott információ vezérel. Ha ez megszakad, akkor ugye nem csak a lábai nem működnek és nem érzékelnek, hanem egy csomó más is, és ez sajnos érintheti, igen, a húgyhólyag beidegződést, a végbél beidegződést, de vannak erre technikák, van a fizioterápiának is ingerületterápiái, vannak akupunktúra, tehát vannak technikák, amivel ezt kitartó munkával lehet fejleszteni. A különleges kezelések mellett miben nyilvánul még meg a speciális ellátása? Hát ugye önmagában a kocsi. Tehát ő egyedül nem tudja ellátni magát, nekünk kell a kocsiba tenni, nekünk kell időnként kivenni a kocsiba, tehát ő nem lehet állandóan kocsiban. Naponta több órát, hát nálunk ez körülbelül úgy állt be, hogy reggel kocsiba kerül, akkor kimehet a kertben, ott játszik, rohangál, őrzi a területet a kerítésnél, ordibál, hát a kutya.
tehát abszolút kutya, kutyaként működik, majd olyan körülbelül dél egy óra tájba bevisszük, kivesszük a kocsiból, és akkor pihen egy kicsit, tehát nem lehet egész nap ebben. Bent a házban ő, meg hát az ilyen kutyák fókázva járnak. Tehát ő neki egy olyan területet kell biztosítani, ami akadálymentes. Miért fontos, hogy bizonyos időközönként kivegyük az állatot a kocsiból? Tehát ez a gerince miatt van legfőképpen? Hát ugye azt figyelembe kell venni, hogy most a kocsival, pihen. Most is pihen, ilyen nagyon aranyos, hogy a kocsival ugye a teherhordás az a melső végtagokra, a gerinc első részére, a vára, a nyaki részre terhelődik. És ennek bizony pihenést kell hagyni. Tehát, hogy nem szabad hagyni, hogy ezek a túlterhelt könyök, válizületek begyulladjanak, túlterhelődjenek. Ezért is nagyon fontos egyébként a fizioterápia, amit egy egészen könnyen a gazdi is el tud sajátítani. Tehát, hogy azért, hogy naponta meglegyen ezeknek a túlterhelt izmoknak a kimozgatása, tehát nem csak a beteg területet látja el gyakorlatilag, hanem az épp egészséges, funkciókat átvevő területeket is ellátja, azokat is ápolja, gondozza, felfrissíti. Ez rettenetesen fontos. Mindemellett, tehát az akupunktúra, a masszázs és a különböző speciális kezelések, ellátások mellett milyen gyakran célszerű meglátogatnia az állatorvosát? Edith majd elmondja az ő tapasztalataikat. A mi tapasztalatunk az, hogy ha tartva vannak azok a dolgok, amik kicsit speciálisabbak, tehát a vizelete rendszeresen és teljes mértékben ki van ürítve, egy picit megvan ezt támogatva mondjuk vörös áfonyával, mi ezt szoktuk adni a mieinknek, hogy megelőzzük esetleg egy ilyen húgyúti fertőzés lehetőséget, nincs extra probléma. Most ugye kiemeljük ezeket a speciális dolgokat, de azért arra felhívnám a figyelmet, hogy egy jó gazdi az a normális kutyáját is végig simogatja, végig tutyorgatja esténként a tévé előtt. Én legalábbis így szoktam. Tehát, hogy az egészséges kutyáimat is úgy végig masszírozgatom végig. Tehát, hogy ez csak egy picit tudatosabb dolog, ami így, amikor beáll ez a dolog, ami így elvárható. A Noi Állatotthonban élő kerekes kocsis kutyusok is gyakorlatilag már beálltak. Normál ütemben tudjuk, végzik mind a széklet, mind a vizeletürítésüket. Úgyhogy tényleg nem mondunk azzal csalást, hogy amikor azt írjuk az adatlapjukra, hogy még megtanítjuk, és tényleg csak egy nagyon picit kell jobban odafigyelni. Az étkezésüknek nagyon kiegyensúlyozottnak kell lenni, mert egy ilyen állapotú kutyánál egy hasmenés az azért az okozhat, enyhén szólva nagyobb kellemetlenségeket. Ugye esetleg, ahogy Edith is említette, a lakásban ugye ők fókázva közlekednek, hogy ott nehogy sérülést okozzon, vagy a kiskocsi ne dörzsölje ki, tehát ezekre egy picit oda kell figyelni. Ma már egyébként például a fókázáshoz a lakásban is vannak segédeszközök, tehát van olyan kis, mint egy pólya, vagy ilyen kúszózsáknak hívják, amit rá lehet rakni, és akkor ő abban úgy tud jönni-menni, hogy nem sérül meg, nem horzsolódik föl a kis lába. Szóval nem elérhetetlenek már ezek a dolgok sem, fizikailag sem, egyébként anyagilag sem. Ha már a közlekedésnél tartunk, Edith, a kültéri séta során mire számíthatnak a befogadók? Tehát önöknél ez hogyan zajlik, hogyan oldják meg, hogy például azért jelentős tempót tud diktálni ezzel a kiskocsival Tátika is, tehát hogyan tudják ezt megfékezni, kordában tartani? Ő együtt sétál természetesen az épp többi kutyánkkal, pórázon sétáltatunk. Ha egy olyan területre, hát ismerjük már nyilván azt a területet, ahol élünk, és ahova járni szoktunk. Van egy bizonyos terület, ahol elengedjük őket, de egyébként pórázon sétálunk, tehát nincs nagyon szabadra engedés. Ahogy említettem a beszélgetés elején, Tátika már idős, tehát ő 13 éves, nem tudjuk pontosan az életkorát, de körülbelül 13 éves. Elkezdett egy kicsit nagyot hallani, úgyhogy nem is engedhetjük meg azt, hogy őt elengedjük, és arra számítsunk, hogy esetleg visszajön, ha hívjuk. Egyébként fegyelmezett, tehát visszajön, követ bennünket, de nem reszkírozunk, póráz.
Tátika most már megtalálta az állom gazdiát, közel 8 éve, ahogy szó esett is erről, viszont a Noi Állatotthonban jelenleg gazdira váró kerekes székes állatoknak milyen lenne az állom gazdi? Hát ők álomkutyák, de tényleg mondhatom, egyébként szinte mind ő méret nagyjából. Ez azért, nem ejtettünk erről szót, azért nyilván sajnos ez az állapot meghatározza, hogy mennyire működőképes a méret is. Igazából olyan gazdit keresünk, olyan gazdikat keresünk, akik azt tanulni hajlandóak, mert egy kicsit kell tanulni ehhez az állapothoz, el tudják fogadni azt, hogy egy fél szemmel mindig picit jobban oda kell figyelni, egy picit erre, egy picit arra, és hát együtt tudnak azzal élni, amit az emberek reakciói mutatnak erre az állapotra. Bár azt gondolom, hogy erre is egyre nyitottabbak vagyunk, de mi is tapasztaljuk, ugye a Noi Állatotthonba, ha belép valaki, akkor azonnal három ilyen kerekesszékes kutyus rohan elé, és egymást legyőzve futnak. Ebből mindig szoktunk ilyen vicces videókat csinálni, hogy ki győz, ki lesz az első, és minden egyes ilyen közzétett videó alatt azért ott van, hogy hát azért ez állatkínzás, hát azért ezt nem kéne, hát azért nem tudom micsoda. Mondjuk a széles mosolynál és a vidám ugrabugrás, nem tudom, mi kéne nagyobb, de mindegy. Szóval, hogy kb. Ezek vannak, természetesen kizárólag csak lakáskutyaként képzelhetőek el, ez az állapot kertben, csak kertben nem menedzselhető, amúgy sem vagyunk egyébként igazából a csak kerti kutyaságnak híve. De tényleg komolyan mondom, hogy extra nagy dolgokat, extra dolgokat nem igényel. A kis megszokott kocsijukkal együtt fogadható körökbe ezek az állatok, vagy a leendő gazdinak kell biztosítani egy új kocsit? Minden egyes állatunknak megvan a saját, neki méretre szabott, problémához szabott, mert ugye az sem mindegy, hogy hol van megsérülve a gerince, hol kell esetleg alátámasztani, milyen hosszú, ugye Tátika egy kifejezetten hosszú kutya, neki ugye a kocsija is hosszabb. Szerencsére az a nagy szerencsénk, hogy van egy nagyon kedves kocsigyártó, akivel 10 éve kapcsolatban állunk, és 10 éve minden kutyánknak ő csinálja hatalmas tapasztalattal és szeretettel ezeket az autókat, ezeket a kocsikat. Adjuk. Hát ez teljesen természetes, ezek az övéi. Azt szeretném még én is hozzátenni, ő egy kutya, ő másképp éli meg azt, hogy ő milyen helyzetben van. Biztosítottuk neki azt, és hát minden egyes ilyen kutya, aki kocsiban van, hogy teljes életet élhessen, ugyanúgy rohangál, ugat, eszik, iszik, alszik, játszik a többiekkel, szeret bennünket, mi szeretjük őt. Tehát minden pontosan úgy működik, hát hozzátéve ezeket a kis speciális ellátási igényeket. És hát pihen, ahogy most is láthatjuk. És most pihen, igen, mert neki erre van szüksége. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én úgy gondolom, hogy azért sok tévhitet legalábbis remélem, hogy eloszlattunk a fejekben. Köszönöm szépen. Köszönjük a meghívást. Önök meg pedig, kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, jövő héten ismét Zöld közelben. Addig is minden jót kívánok, viszontlátásra!